Hát 2022. január 4-én, hajnali 3 óra előtt 15 perccel közlekedtünk erre a szolgálati gépjárművel, és az oldalsó keresőfény fényében megpillantottunk egy piros fényt. Mint utólag kiderült, ez egy árokba borult, mozgáskorlátozott kocsinak a fényvisszaverő prizmája volt. A mozgáskorlátozott személyek a téli időszakban nagyobb veszélynek vannak kitéve, ha közlekedésről van szó. Többen elektromos járművet használnak mozgásuk megkönnyítése érdekében. Egy ilyen járművel közlekedő személy életét mentette meg két sátorajújhelyi rendőrjárőr KED, azaz január 4-e hajnalban. Sátorai rendőrkapitányság járőrei éjjeli szolgálatuk ellátása során fokozottan figyeltek a közterületre, és ennek alkalmával Sátorajújhely és Rudabányácska közötti útszakaszon az árból megpillantottak egy piros fényt, melynek során megálltak, és észlelték, hogy egy 68. életévét betöltött időskorú személy, aki mozgáskorlátozott járművel közlekedett, beborult a zárokba. A kollégák rögtön megkezdték a mentését, aki, mint későbbiekben kiderült, már több mint 3 órája volt kint ebben a hideg időszakban a zárokban, és nagy valószínűséggel súlyosabb gond is bekövetkezett volna, amennyiben nem tudnak intézkedni. A kollégák azonnal segítséget kértek a tűzoltóságtól, illetőleg a mentőtől, melyek segítségével ki tudták a szemét az árból emelni, illetőleg a járművét haza tudták szállítani. Az olyan elektromos járművek, melyeket a mozgáskorlátozott személyek használnak, nem számítanak gépjárműnek, tulajdonosuk gyalogosnak minősül. Azonban a láthatóság ebben az esetben is fontos. Ha a járőrök nem figyelnek fel az elektromos járműfény visszaverő prizmájára, tragédia is történhetett volna. El kell mondanom, hogy nagyon fontos dolog ilyen esetekben, hogy a téli időjárási viszonyok között az éjszaka folyamán nagyon lehűl a hőmérséklet, és erre való tekintettel a kihűlés veszélye minden ilyen időskorút és akár még fiatalkorút is veszélyeztet. Több órán keresztül, ha valaki kint van a földön, akkor abban az esetben átveszi azt a hőmérsékletet a testfülete, és így a hipotermia felléphet. Ezért is nagyon fontos volt, hogy a kollégák körültekintően és megfelelően léptek föl, melynek következtében egy ember életet mentettek meg. A Sátorajújhelyi rendőrkapitányság munkatársai arra kérnek minden forgalomban résztvevő szemét, hogy éjszaka legyenek óvatosabbak és gondoskodjanak róla, hogy minden esetben láthatóak maradjanak az utakon.